közönségünket, őket is, akik soproniak, és azokat is, akik hosszabb vonatutazásra vállalkoztak, hogy eljöjjenek ma ezt a négy kiállítást megtekinteni. Nagyon boldog vagyok és meghatódott, hogy ez így összejött. Majd a végén elmondom, hogy ez miért egy különlegesen ünnepi kiállítás a mi számunkra. Az elején pedig elmondom, hogy hát szerettem volna a Dónát kiállítás rendezőjét, Százados Lászlót megkérni, hogy annak az egy kiállításnak a megnyitását vállalja el, de nem tette meg, és így kénytelen vagyok így megbírkozni vele. Nem volt róla szó. De ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert a barátunk már nem él, és tulajdonképpen magamat siratom benne, aki velem szinte napra egyidős. Mind a ketten 38-ban születtünk, ő pár héttel fiatalabb nála, és már 5 éve nem él. De nem vállalta a kolléga, úgyhogy én pedig hát nagyon nehezen tudok megbirkózni a feladattal, mert ki kell igazítanom művészettörténészeket. Például Pernecki Gézát, aki 69-ben azt mondta, hogy Dónát majd 50 év múlva lesz aktuális. A legmenőbb, nem mondok neveket, de a legmenőbb mai technikailag érdeklődő művészek állnak órát hosszak a képei előtt benne, hogy ezekkel az anyagokkal kísérletezett, és tulajdonképpen néha arra gondolok, mert hiszen nem láthatott előre a történelemben, a tényleges, a félresöpörhetetlen problémák nem ok, hogy másokkal szemben kritikát fejtsünk ki. Tény az, hogy ő valamiben felülmúlhatatlan, és elkezdte intenzív utóéletét, és a irodalomnak, ami vele kapcsolatban keletkezett. Meg annak, hogy egyre többen értik meg, hogy ez a Dónádi világ, ez egy nagyon mélyen humánus, egy nagyon jelentős és fontos műve, akkor az első kedves korszakából is, amikor bélyeggazságú képeivel próbálta megfutítani. Tulajdonképpen egész addig a korszakáig, amikor nagy összetűtő a 8-as év, szerette volna lehozni a Fönci képeket arról a kiállításra, amit a Nemzeti Galéria kortárs főszereplője tévére a kiállítást ne bontsa meg, mert így együtt így erősítik egymást jobban, mint hogyha Dónát áttekintésre szert tegyenek. Ha nem ez volt lett volna a helyzet, hanem a két hölgy közül, szokásom volt szívem valamelyiket, akik között ugye, hogy most 3 képzőművész van, és csak egy iparművész, de ez nagyon bátor dolog lenne ezt is ugye iparművészetnek nevezni, mert azért, mert üvölt szérnával meg tudják nézni, mire beszélünk róla. Szóval olyan új korszakában van. A magyar textilművészet, miközben a magyar textilipart az pedig hát eléggé teszi tönkre a verseny, a támogatottság hiánya, bezárnak textilgyárak, amiben erősek vagyunk, és elmerészkednek olyan területekre, ahol csak nagy GDP országok mernek egyáltalán. És majd, hogyha meglátják, akkor, vagy aki már látta, tudja, hogy egy különlegesen szép, egy egészen új műfaj keletkezett abba a teremben. Nem mondom el az életrajzi adatokat, bár még nagyon el lehetne mondani eddig is adatokat, hogy ez ilyen nagyon kvalitásos egy textil sorozat volt.
Hamburgba, egész idáig eljönnek, bemegyünk a plázába, annyi fafar, szóval szellemi érték van, hogy amikor első kiállítását rendeztük még a Szentpicsi mögötti galériánkban, akkor a megnyitóra bejött a Finta Jóska, akinek adok az ítéletére, mert tankörtársak voltunk. Mármint úgy, hogy ilyen járkörítás. Bejött a Finta Jóska, kiválasztott egyet, ott készpénzbe kifizette, ami nagy ritkaság. Szóval ez, hogy egyik művész ott csak úgy. És akkor boldogan elrohant vele, és nekem is itt az ágyam fölött, azt is meg lehet megnézni, egy Katona Zsuzsa szobor van, de aki lent volt és látta a csillagjegyet, vagy a Sphinx, vagy pedig hát egyáltalán a többi szobrát, az látja, hogy amit ő csinál, az több emberi gondolatmenetnek a szintézisét is tartalmazza. Az ember, mint figura, és az építészet keresztül szőve rajta. Én nagyon boldog vagyok, hogy itt most nálunk egy igazán szép kiállítás. Ráadásul, amikor belépsz, akkor felszisszelsz. Akkor ez a formagazdagság, ez a sablonmentesség, ez a... Nem tudom, hogy csinálja, már egyszer ott voltam nála megnézni a kis oroszi műhelyében, hogy dolgozik, ott volt faforgás, meg ilyesmi, de lényegében, hogy hát hogy tudja kitalálni ezt, azt nem sikerült nekem ellesnem. És hát így elmondani se tudom önöknek, de senki más nem csinálja így, mint ő. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy itt közöttünk ma köszönhetem. Következik a DNS, akinek a termében vagyunk. Én emlékszem, hogy behívták egy professzorot Katonának, és akkor mondja Reisli Tóni, hogy fölmentetlek a Kapsza Miklósról, volt szó a kis, hogy fölmentetlek Miklóskám, mert itt 4 órája volt a Miklósnak. Azt mondja a professzornak, nem, én nem fogom ahogy nagyon dolgozni. Bemet még aznap este, hogy kérdez, hogy ezt reggelre meg kell oldani, mert ugye az ezredes úrnak születésnapja a hónap után, és át kell adni neki, ami még meg sincs tervezve. Hogy gondolják? Hogy hát vannak itt asztalosok, és azok is dolgoznak, és ugye haza mehetnek egy nap, szóval csak. Szóval tulajdonképpen az egyetemet öt hagyni az...
De csináltam közelőt. Modárról már. Oké. Jó. Köszönöm.
Kovács Krisztiánt. Kifejezetten szeretem az éneket. Tessék!
Szóval nem is így csinálom, azt mondom.
van kiemelve a fal, mint a hamarcot. Annyira hullámos, hogy nem tudom, hogy olyan furcsa, hogy így összetett. Az előtt jobb volt?
esik el a pályán. Lapán, hogy nézzük a 16-os lapán. Közben én nem a borokat, hogy felvittem a pirszit. Tudi. Gagyi? Felé jön a teljes. Thank you.
Hát,